Borsos Miklós a 20. század egyik legnagyobb magyar szobrásza volt, a plasztika minden műfajában maradandót alkotott. Szobrainak fő témáit az ember, a természet és a kettő egysége adta. A II. Világháborút követően az iparművészeti főiskola tanáraként generációk sorára gyakorolt nagy hatást. Tanítványai között van a Kossuth díjas Schrammel Imre is, aki a vásárhelyi kiállításra nem a tőle megszokott munkáiból, hanem inkább egykori tanára ihlette portréiból válogatott. Borsos nagyon vigyázott arra, hogy ő ne utánzókat, ne épigonokat neveljen, hanem megpróbált bennünket önálló gondolkodásra buzdítani és serkenteni. Ebből következik, hogy majdnem minden növendéke más, egymásra sem nagyon hasonlítunk. Éppen ezért a vásárhelyi kiállítás nagyon színes és sokrétű lett. Az egyik teremben látható mintegy 500 borsos szobrot és domborítást a Győri Múzeum adta kölcsön a Kerámia Központnak. Míg a másik teremben Schrammel Imre mellett a mester további 12 tanítványának alkotásait is meg lehet csodálni. Az lehet az üzenet, hogyha jó a tanár, akkor jó tanítványokat nevel. Szóval ezek mind minnyájan a maguk területén jelentős művészek, akik itt tanítványként megjelennek. Az eseményen az ugyancsak borsos tanítvány Fekete György is részt vett. A Magyar Művészeti Akadémia elnöke többek között arról beszélt, hogy a magyar iparművészet európai szintű, mert génbankjai vannak. Óriási szerepük van azoknak a szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, céheknek, köröknek, amelyek ezt a génbank tendenciát megőrzik, és ugye ezek közé tartozik a vásárhely is, a kerámia és a porcelán tekintetében, ahol lehet, kell és szabad az elődökre hivatkozni, lehet, kell és szabad a jövendőre úgy gondolni, mint a múlt, a jelen és a jövő folyamatos, egységes természetére minden tehetséges embernek az a dolga, hogy az utódait nevelje. A Magyar Kerámia Művészet nagyjait bemutató kiállítás sorozatnak ez a negyedik, egyben utolsó része a Nemzetközi Kerámia Központban, amely egészen október végéig látogatható.